Remekül indította a találkozót a Kecskemét, sorra alakította ki a helyzeteket, aminek következtében a 15. percben Tóth Csuka fejessel szerezte meg a vezetést. Alig 7 percet kellett várni az újabb gólig, Tóthot buktatták a 16-oson belül, a 11-est Károly értékesítette. A harmadik gólt pedig a 31. percben kisjegyezhette. A hajrában Pantelis, Asztalos és Károly előtt is akadt lehetőség, de a fél időig maradt a 3-0-ás hazai előny. A második játékrész 9. percében Szabó fejesével szépített a honvéd. A folytatásban inkább az ellenfél dominált, a 80. percben viszont kontrázott a KTE, Tóth passzából Szalai volt eredményes, ezzel kialakítva a 4-1-es végeredményt. A tervet teljesítettük, győzni tudtunk, az, hogy 4 gólt rúgtunk, az én úgy gondolom, hogy mindenképp magáért beszél. Itt a második fél idő, abban még szerintem több lehetett volna. Legközelebb szerdán lép pályára a KTE Hofbau. 19 órától a Paks második csapatát fogadja a Széktói stadionban.